14 segítő szakember, 9 kiválasztott, 18 hét és egy ötletgazda. Az elért eredmény maximálisan túlszárnyalta mindannyiuk elképzelését. Az én személyes célom az az, hogy minél több embernek átadjuk azt az érzést, és legalább egyszer mindenkinek meg kell tapasztalni azt az érzést, hogy többre képes, mint amit visz magáról. És ugye ezt a rajzolás festésen keresztül nagyon jól meg lehet mutatni az embereknek, mert nagyon sok hiedelem övezi a rajzolást és a festést, hogy ugye ez tehetség kell, ez kézügyesség kell, holott ugye mindenki ezt meg tudja tanulni. És igazából minél inkább minél nagyobb az ellenállás, hogy én nem hiszem el magam, hogy meg tudom csinálni, annál nagyobb a sikerélmény, és annál nagyobb a belső átalakulás a végén. És ugye ez nagyon összhangban van azzal, amikor a programot megálmodtad, hogy mi az, amit szeretnél elérni. És én azt gondolom, hogy ahogy a program is, a változóerő program is egy önbizalmat ad az embereknek, úgy a rajzolás és a festés is, hogy képes vagyok megcsinálni valamit, amit előtte nem hittem magamról, hogy meg tudom csinálni, nagyon önbizalmat ad. Rajztanfolyamot, illetve festőtanfolyamot, festőklubot kaptak a résztvevők, és nagyon remélem, hogy ezáltal önbizalmat és sikerélményt kaptak. Én azt gondolom, hogy a programnak az ereje az abban volt, hogy nem voltak magukra hagyva a résztvevők. Tehát egyrészt kaptak egy nagyon nagy komplexitást itt ebben a programban, hogy külső-belső átalakulás, de ugye az ember, amikor feltámad benne a vágy, hogy szeretne változni, akkor egy nagy lendülettel nekiindul ennek az egésznek, de aztán lehet, hogy lejjebb megy ez a nagy lelkesedés, és akár magától abba is hagyja. De hogyha itt egy program keretében a mentorok és a partnerek folyamatosan segítették az embereket, így nem volt lehetőség abba hagyni. És azáltal, hogy egy nagyon nagy befektetett energiát tettek saját magukba, így a változás is megtörtént. Én Andrénak a 3-napos rajztanfolyamán voltam. Azt hittem, hogy tudok rajzolni, nem tudok, nem tudtam. És Andi férje Péter volt, aki ez a 3 nap alatt a baloldali állapotról, a jobboldali állapot indítatott. Én nagyon hálás vagyok, tehát én annyira jól éreztem magam, olyan gyorsan állnak ez a 3 nap, és úgy gondolom, hogy megyek még hozzá. Hát ez is egy nagy kihívás volt számunkra, hogy egy kis Föllinger Magdival vagyunk együtt. Én pont itt a szünetben beszélgettem Torogi Antival, és elmeséltem neki azt, hogy ugye lettünk a portré rajzoláskor, amivel voltunk ugye az alaptanfolyamon, mi a fél éve Péterrel töltöttünk együtt 3 napot. Én nagyon készültem már 20 évek óta egy ilyen jobban kérdekes rajztanfolyamra, és meglehetősen érdekes felismeréseink voltak ezzel kapcsolatban, ami tulajdonképpen azt eredményezte, hogy én eldöntöttem, hogy vissza fogok még térni mindenféleképpen. Most tartok egy kis szünetet, de úgy gondolom, hogy nekem ezzel a fajta foglalkozással még dolgom van, és van, amivel még többet ki lehet hozni belőle. Most jelenleg azt gondolom, hogy kimaxoltam, amit tudtam, de nagyon örülök, hogy részt vehettem rajta, mert ha bárhova máshol mentem volna, akkor azt hiszem, hogy nem ez lett volna az eredmény. Andréknál imádok festeni, tehát mikor megyek a Baldóra, az nekem olyan, mintha hozzáérkeznék, de nekem maga a paradicsom az a hely. Ezt a képet egyébként is nagyon-nagyon szerettem volna már megfesteni, és ez nagyszerű volt, hogy a program keretében megadatott. Andréknál egy festőklubon vettem részt, és óriási élménnyel gazdagított. Hatalmas sikerélménnyel tértem vissza a náluk töltött napról. Én abszolút nem festettem, nem rajzoltam előtte, és soha nem gondoltam volna, hogy ilyet fogok festeni egy nap után. És hatalmas elismerés volt, amikor a családom otthon gyakorlatilag el volt ájulva attól, hogy ilyet tudtam festeni. Andi nagyon-nagyon segítőkész és türelmes volt, és hozzájárult ahhoz, hogy ez az alkotás öröme, ez így engem is elérjen. Hát nagyon-nagyon tetszett a tanfolyam, azért is, mert az én családomban van egy rendkívül tehetséges rajzos a bátyám, ő animátor, és én voltam a családban az, akire mindig azt mondták, hogy nem tud rajzolni, olyannyira elhittem ezt, hogy a gyerekeimnek se rajzoltam soha semmit,
egy kis autót se, és számomra ilyen döbbenet volt, hogy én is tudok egy ilyet rajzolni, úgyhogy a gyerekeim is büszkén mutogatják mindenkinek, úgyhogy nagyon nagy élmény volt. Hát ezt a rajzolt azt hiszem, hogy második nap végére rajzoltam, és hát úgy kezdtük, hogy rajzoljuk le önmagunkat egy tükör segítségével, és hát igazából nem döbbentem meg annyira, hogy az óvodás gyerekek szintjén tartok rajzban. Viszont annál inkább akkor, amikor konstatáltam, hogy egy nappal később én egy ilyen rajzot meg tudok rajzolni, és hogy tényleg én ugyanaz vagyok, és rajtam is működik ez a varázslat, mert eddig úgy gondoltam, hogy ez biztos, hogy varázslat. És szóval nagyon nagy élmény volt ez is, a türelemről számomra, a pontosságról, a kitartásról szólt ez az alkalom, és örömmel biztatok mindenkit arra, hogy próbálja ki, mert nagyon nagy élmény látni ilyen rövid időn belül ekkora változást. Ez azért volt kedves program a számomra, mert gyakran mondta a nagylányom, hogy képzeld, anya, a tanárnéni megint a te rajzodat hozta be a rajzórára, hogy ugyanaz a rajztanár van, aki annó nekem is volt, és mindig mondta, hogy anya, hogy tudsz te ilyen jókat rajzolni? Elmondom, mert biztos elfelejtettem, nem is fog ez nekem menni. És ezen a hétvégén végül is megdöbbentő volt, hogy tulajdonképpen megy ez még nekem ezután is, és valószínű, hogy a rajzolást is fogom folytatni. Nagyon jó érzés volt visszatalálni oda, ebbe a csupa világba, ebbe a rajzolás világába. Hozzájuk is, hogy nem sikerült eljutnom, majd júniusban fogok menni a háromnapos programjukra. Hát én az a tipikus pártik embert, rajzoló embereket vagyok, úgyhogy nagyon nagy kívánatosságra várom a programjukat, és abszolút csak pozitív visszajelzést hallottam róluk. Úgyhogy kíváncsi leszek, hogy tudtuk magyarkodni. Andiék, ugye a rajz az én szerelmem, eleve nekik köszönhetem bizonyos szempontból, hogy ide kerültem a programba, mert náluk figyeltem föl erre a lehetőségre. Úgyhogy én már előtte jártam náluk, és most is a rajz az kitölti a mindennapjaimat, hogyha van valamennyi szabadidőm, akkor általában leülök, mert ez engem nagyon meg tud nyújtatni, teljesen kikapcsol, hogyha én leülök, és csak én vagyok, meg a grafit és a ceruza.